Tisztelt polgármester úr, képviselő úr, elnökhelyettes asszony, rektorhelyettes úr, igazgató urak, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a szót, és gyorsan el is kezdeném. Jól lehet, Neményi Réka említette, hogy Bertók Gábor már mindent elmondott, amit az antropológusoknak el kell. Ezért reméljük, hogy néhány gondolat még megmaradhat nekünk is. Az emlékhelyről Závodszky igazgató úr és többen meséltek ezekkel a történeti előzményekkel, nem is húznám nagyon az időt, talán azt még hozzátenném, némi lokálpatriotizmus is dobogtatja a szívem, hiszen szegedi tanszékünk alapító tanszékvezetője Bartucz Lajos is részt vett Papp László segítségeként az első két tömegsír csontvázainak antropológiai értelmezésében, illetve azokban a gondolatokban, amik akkoriban megfogalmazódtak. A következő előzményes időszakról szintén volt már szó, különösen a 2018-20 közötti időszakban folyt intenzív előkészítő munka, amikor is megfogalmazódtak a Duna-Dráva Nemzeti Park Janus Pannonius Múzeum részéről a célkitűzések, elsődlegesen az, hogy kegyeleti szempontból amennyiben a tudomány szét tudja válogatni a tömegsírban nyugvó sírokat egyénenként, akkor amennyi hős maradványát lehet, azt próbáljuk meg 2026-ban keresztény végtisztesség mellett egyénenként újra temetni, és természetesen ezzel a tudomány oltárán is áldozunk, és az emlékezet politikának ismeretterjesztésnek is nagyon sokat adunk. Ugye a előkészítésről Réka beszélt az előbb, 2020. augusztusában kezdték el, amiben az antropológia szeptemberben csatlakozott be. Itt csak a fő sarokpontokat mondanám, a három időszakot, amikor a tömegsír feltárásában részt vehettünk. 2020 ősze volt az első kihívásos időszak. Miért beszélek küzdelemről, meg kihívásokról? Hát azért, mert néhány nappal azelőtt kaptunk arról hírt és felkérést, hogy a következő időszakban intenzív tömegsír feltáró antropológussá kellene válnunk. Soha nem csináltunk még ilyet, de mivel senki más nem csinált ilyet, ezért nem volt lépés hátrányunk másokkal szemben sem. És az az állapot, hogy 2020. augusztus 28-án a csata évfordulós ünnepsége előtti napon nem volt antropológus egy ilyen típusú tömegsír feltárásához, az valóban aggályos volt, és igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint ebbe belekapcsolódni. A küzdelmek azok sok szinten folytak, nyilván a nehéz munkakörülményekkel, a nehéz szakmai kihívással, a pénztelenséggel, hiszen elhangzott képviselő úr részéről is, hogy még mindig csúszik a méltó támogatása ennek a hatalmas vállalkozásnak. Természetesen átmeneti forrásokat biztosított a Duna-Dráva Nemzeti Park, Szegedi Tudományi Egyetem nagy segítség volt számunkra, az Agrárminisztérium némely támogatása, ami egyáltalán lehetővé tette azt, hogy ez a munka odáig eljutott az elmúlt két és fél évben, ahová el tudott. Természetesen másmilyen frontokon is kellett küzdenünk. Volt egy négy oldalú együttműködésünk, ahol a negyedik partner a másik hármat folyamatosan hátráltatta, így még nem eljutottunk 2022. augusztusáig, ahol egy új szakasz kezdődött, és tényleg azok vesznek részt ebben a projektben, akik együtt is akarnak dolgozni. A Duna-Dráva Nemzeti Park, Janus Pannonius Múzeum és a Szegedi Tudományi Egyetem kutató csoportjai. Az utolsó szakasz a 2022. szeptember-októberi, ezekről majd fölvillantok egy néhány képet.
2020. szeptemberének nagy kérdése volt, hogy vajon kinek lesz igaza. Egy antropológust kértek tőlünk egy hónapra a tömegsír feltárásához. Éreztük, hogy ez nagyon nem úgy lesz, de azért hittünk benne, legalábbis próbáltunk, hogy három antropológus három hónap alatt leküzdi a feladatot, illetve fölküzdi a csontvázakat a helyükről. Sajnos ez nem volt vállalható. Most már tudjuk, ez a múlt hónap óta 2022. októberi válasznak is nevezhető, hogy bizony átlagosan 4 antropológussal 9 hónapnyi munka volt ehhez szükséges, ugyanennyi régész munkaóra az ásatáson, és hogyha az előkészítő időt is számoljuk, akkor most már tudjuk, hogy egy ilyen tömegsír feltárásához 15 ezer munkaórára van szükség. Ez azért nagyon fontos szám, mert ez egy egység, és további hasonló jellegű tömegsírok feltárásának legalább tudjuk tervezni a szükséges humán erőforrás igényét, illetve munka igényét. Tehát például, hogy egy kétharmad ekkora tömegsír feltárásáról döntünk esetleg a későbbiek során, akkor 10 000 munkaórát próbáljunk biztosítani hozzá. 2020. szeptemberi kép, ilyeneket Réka mutatott többet, elég szépen sikerült megteremteni a 76-os állapotokat, és a felső rétegben valóban szépen körvonalazódnak a csontvázak, jól lehet össze-vissza egymás alá fölé csúszkálva, de mégiscsak követhető módon. Már akkor is a pallón egyensúlyozásnak a munkája kezdődött, hiszen kellően nagyméretű volt a gödör ahhoz, hogy a szélekről ne lehessen elérni, és gyakorlatilag folyamatosan több kollégánk a pallókról hát szedte föl magukat a csontokat. Ebben az első évadban nagyon jól tudtok hasznosítani az 1976-os rajzokat, Czofman Zsuzsanna Marász Borbála örökségét, és követve az egyes számozott csontvázakat igyekeztünk azokat fölszedni. Természetesen ez a pálcajáték a marokkó pálcajátéknál azért bonyolultabb, mert ott úgyhogy mindig a felső pálcát vesszük föl, és akkor úgy szépen tudunk haladni, csak ott egy pálca az egy egység, itt viszont egy csontváz az 200 fölötti egység, aminek egy része hiányzik, mert ide kavarodott, amoda kavarodott, elvitte a talajmozgás, a bomlási folyamat, vagy a rágcsálók a talajban, de akkor is nagyon sok elemből áll, és ezek egymás alatt fölött vannak, tehát soha nincs egyben mozgatható pálcikánk. A legfelső csontvázakat se tudtuk teljes egészében egyszerre egy napon föltárni, és bizony előfordult olyan, hogy 3 évadon keresztül tártuk föl ugyanazt a személyt, mert mondjuk átellenben keresztbe átérte a gödör teljes vastagságát. Így aztán a már említett 3D-s digitális adatbázis óriási segítségünkre volt, az a sok 10 000 fotó fölvétel, ami összerendezve 3D-s adatbázis kezelés biztosított. Simon Zsófia nagyon nagy munkát végzett ezen a területen, Simon Bélát is meg kell említenem, illetve Györfi Villám Zsombort, aki itt van a teremben, nagyon sok fotóval segítette különösen az utolsó időszakban a munkát. A helyszíni antropológiai vizsgálatok nagy jelentőségűnek bizonyultak, különösen azért, mert ahogy a kép jobb oldalán Berecki Zsolt kollégám, akit szintén köszöntök a résztvevők között, küzd egy koponyával. Most ez a Prézli kupac, ez egy koponya, és amit ott a helyszínen nem vettünk rajta észre, azt később csomagolás, tárolás, szállítás, további töredeztetés után még kevésbé
lehet visszanyerni, mint információ. Szó volt arról, hogy kiemelt figyelmet kapott a feltárás, miniszterelnök helyettes úr többször tiszteletét tette, de nagyon sokan látogattak bennünket, és ezért különösen azok, akik olyan mennyiségű időt töltöttek a tömegsírban, mint nagyrég a doktoranduszunk, jó eséllyel találkoztak valamelyik vezetővel. Az első időszak végére megfogalmazódott néhány markáns észrevétel. Különösen jól látszottak Neményi Réka a fotóin, vagy látszott az a jelenség, hogy a gödör szélein így fölemelkedő módon helyezkedtek el a csontvázak. Jóval magasabb volt a csontok réteg vastagsága a széleken, mint középen, amit kerítés effektusnak is elneveztük. Azzal függött össze, hogy a gödör alulméretezett volt a bekerült csontváz tömeghez, illetve a holttest tömeghez képest. A szűk 15 köbméter nem tudta befogadni a 300 vagy a fölötti teljesen rendezetlenül bedobált holttestet, tehát egy kupac alakult ki a betemetéskor, ami a föld súlyával összeadódva a bomlás során fokozatosan nyomta, préselte kifelé a félig folyadékos rendszerben a szélre csúszó, még anatómiai összekötetésben lévő emberi vázmaradványokat. Láttuk az előbbi képeken Neményi Réka előadásában, hogy nagyon sok sérülés posztmortális, tehát a sírban bekövetkezett sérülés volt megfigyelhető a csontokon. Intenzív mezőgazdasági művelés alatt állt a terület, és különösen a 75-ös emlékhely kialakító buldózeres hatások következtében, amikor csak egy néhány centiméter talajréteg fette a csontokat, nagyon sokat sérültek, károsodtak. Természetesen másfajta sérülések is voltak, olyanok is, amik még az egyén életében vagy a halál körüli időszakban keletkeztek a csontmaradványokon. Itt például ezen teljesen jól kivehető koponya vágás, amit a felső rétegben látható koponyákon elég nagy számban megfigyelt már Szofon Zsuzsanna 1976-ban, és ezek az észrevételek, továbbá a csataszemét hiánya úgy többüket arra késztetett, hogy a tábor teóriát támogassák, nevezetesen, hogy itt valószínűleg a török könnyű lovasság által szétrombolt, elpusztított tábor lemészárolt hát kiszolgáló személyzetének a maradványait találjuk. Ezt támasztotta alá, hogy voltak egészen fiatalok, gyerekkorúak is, akiket nem nagyon gondolunk, hogy a csatában részt vettek volna. Sokan fiatalon katonáskodtak, 15-20 éves közötti korosztályban természetesen bőven lehettek katonák, de a 10-12 éves gyerekek nem valószínű, és valószínű nők sem hadakoztak a csatatére. A harmadik héttől érkeztek az első különös esetek, amik azért nagyon elgondolkoztattak bennünket. Ez az állkapocs, ami még itt benn beszorulva egy másik csont alá a gödör szélén várja az antropológus kezeket. A hátsó szélén, az úgynevezett rámuszon egy teljesen evidens vágásnyomot figyelhetünk meg, ami természetesen csata közben is elszenvedhető lehetett volna, vagy a táborban, de vele párhuzamosan egy másik vágásnyom is kirajzolódott, különösen a felszedés után.
Víg Viktor ezekről részletesebben fog beszélni, nem is nagyon húznám ezzel most az időt, de mégis megmutatnám a másik esetet, ami komolyan elgondolkoztatott bennünket. Talán ez volt az első, a 69-es számú egyénhez tartozó nyakcsigolya. Ez egy a kettes nyakcsigolya, az Axis, ami a felső részén is és az alsó részén is teljes egészében átvágott, láthatóan hátulról jövő vágásirányjal, párhuzamosan tehát 7-8 mm eltéréssel egy nyakcsigolya úgy ketté vágva, hogy egészen biztos halálhoz vehetett már az első vágás is, teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben határozzuk meg őket. Ugyanez a helyzet ezzel az álcsonttal is, aminek a sarka úgy került levágásra itt, ugye az ábrán, hogyha mutatjuk, hogy ahhoz előzte már a gerincet el kellett vágni, vagy át kellett vágni kétszer a hátulról érkező vágásoknál. Ezek az esetek, amikhez nagyon sok hasonló fölbukkant, azt a következtetést, arra a következtetésre hajtottak bennünket, hogy itt valószínűleg nem csata közben elszenvedett sérülésekről van szó. Már 2020 őszén tucatjával kerültek elő ezek a rögzített helyzetre, védekezésképtelenségre utaló hátulról, fölülről érkező vágás megjelenési formák, amik kivégzésre, lenyakazásra, lefejezésre engedtek következtetni, és ismerve azt, történész, régész és történész kollégáink fölhívták a figyelmünket, hogy bizony nem csak a csata helyszín lenne, mint lehetséges opció, és nem csak a tábor elpusztítása, a tábor teória, hanem a csata másnapján, illetve a 31-én, két nappal az ütközet után a tömeges hadifogoly kivégzés, illetve fogoly kivégzés, aminek az áldozatai szintén ide kerülhettek ezekbe a tömegsírokba. Természetesen nagyon sok további vizsgálatra van szükség, hogy ezt tisztázzuk és pontosítani tudjuk. Történelmi párhuzam lehet ebből a tekintetben a Nikápolyi csata 1396-ból, amennyiben tényleg megállja a helyét. Sajnos be kellett fejeznünk 2020. decemberében az első szakaszát a feltárásnak, Bertók Gábor a fagyhalál közelében dolgozik a laptopján, Simon Zsófiát és hasonló állapotban látjuk, bizony ez a 0,3 fok, tartósan abba ülni, kuporogni, vagy a pallón feküdni nem volt már igazán ideális sem a kutatóknak, sem a csontvázanyagnak. Ezért egy nagyon jól sikerült izolálás, tehát levegőztetett, ugyanakkor izolált, fagymentes rendszert sikerült kialakítanunk, amit következő nyáron, 2021. júniusában indítottunk újra. Itt a másik szélsőséget látjuk, a 43 fokos sátor hőmérsékletet, 45,2 volt a rekord, tehát durván 45 fok szélsőség jellemezte ezt a két feltárási időszakot. Nagy volt a különbség a hőmérsékletekben, viszont nagyon kicsi volt a különbség a megfigyelésekben. Ebben a második szakaszban is ugyanazokat a sérülés típusokat találtuk tucatjával. A nyakszirti tájékon, felső nyakcsigolyákon, álcsontokon. Itt egy mérnöki pontossággal átvágott egyes nyakcsigolya, ami érintette a
jobb halántékcsontot is. Erről az esetről Szabó Árpád kollégám fog részletesebben beszélni hamarosan. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy igazságügyi orvosszakértő kollégáink, akiket köszöntök a teremben, csatlakoztak hozzánk. Mindkét terület ismereteire szükség van, illetve lesz ahhoz, hogy ténylegesen pontosan tudjuk interpretálni, amiket megfigyeltünk. Ismét nem sikerült befejezni 2021 őszén, szerettük volna tanévkezdésre készre tudni a feltárást, hiszen egyéb munkahelyi kötelezettségeink is voltak, de sajnos 2021. szeptemberében még körülbelül így állt a tömegsír. Nagyon sok megkezdett csontváz volt a gödör alján, egyre bonyolultabbá téve a feltárást, illetve az azonosító munkát, hiszen itt körülbelül 120 csontváz, aminek a kétharmada már részlegesen föltárt, és itt pedig már elértük a mostani utolsó szezont, a 2022-es őszt. Tulajdonképpen más szögből ugyanazt látjuk, mint az előző képen, egy üres polccal. Néhány héttel később már egy teli polc és egy egyre üresedő gödör. A vége felé nagyon jól haladt a csapat, hiszen már nem kellett pallózni, hozzá lehetett férni a csontokhoz, óriási különbség időben. És az is fontos tény, hogy kellő létszámú antropológus, igazságügyi orvos szakértő és régész tudott ténykedni. Itt az utolsó héten már körülbelül 15-en voltunk úgy mindösszesen, két francia professzor kollégánk egészítette ki a csapatot, spanyol doktorandus, erdélyi régész hallgatók, tehát egy abszolút nemzetközi csapat ténykedett azon, hogy október végére tényleg befejeződhessen a hármas tömegsír feltárása. Itt Berecki Zsolt kollégám az utolsó csontváz elemeket emeli ki október 26-án délután. Erről már láttunk Neményi Rékától egy csoportképet, ami akkor az üres gödörnél készült. A történet ugyanaz, ugyanazok a régészeti mellékletek, ugyanazok a domináns sérülés típusok, ugyanazok a domináns demográfiai viszonyok folyamatosan a gödör minden rétegében, tehát fiatal férfiak, sokszor 20 év alatti fiatal férfiak nagy száma, többszörös nyakfejvágások jelentős számban, és azon kívül nagyon sok érdekesség, amivel nem untatom most a kedves hallgatóságot. Nagyon sok betegségnyomot azonosítottunk, domináns aktivitásra, lovaglásra utaló jeleket, mind-mind olyan kérdés, ami a következő évek vizsgálat sorozatainak a részét fogják képezni. Itt csak egy utolsó kép, egy helyszíni, sokszorosan vágott koponyáról. A nyakszirt csonton látszik egy leválasztott pikkely, egy sebészi pontosságú vágás az öregjuknak a szélén, annál néhány milliméterrel lejjebb egy átvágott csecsnyúlvány, de a második nyakcsigolyán is egy vágásnyom, tehát ez négy darab nagyon közeli és párhuzamos irányú vágás. És most tulajdonképpen idén novembertől állt elő az az állapot, ahol a Szegedi Tudományi Egyetem segítségével bérelt ingatlanban összetalálkozott a három feltárási fázisnak a csontvázanyaga, és elkezdődhetett az a hatalmas puzzle-özés, ami most a fordítottja, mint előtte három szezonon keresztül, amikor szétszedtük a rendszert, és most újra embereket kell kirakosgatni a különböző időszakból felszedett térben, különböző helyeken tárolt
csontváz anyagokból ugyanazt a 3D-s szoftvert és adatbázist használva aránylag jó biztonsággal tudunk előre haladni a csontvázak szétválogatásában, de ehhez még nagyon sok munkára és időre lesz szükség. Nagyon köszönöm minden résztvevőnknek, annak a nagyon hosszú listának, amit Neményi Réka bemutatott, és annak a jövőbeni hosszú listának, akik még bele fognak kapcsolódni ebbe a munkába a következő 3,5 esztendőben. Önöknek pedig a megtisztelő figyelmet nagyon köszönöm.